F. Kovács Sándor képviselőről beszélgetünk itt Kovács Mihály emlékhely előtt. Azt gondolom, hogy sokat tudnánk beszélni, de most ebben a helyzetben inkább csak azt emeljük ki, hogy miért fontos Karcagnak, hogy emlékezzünk mindig erre a nagyszerű emberre. Karcagiak, hogyha valaki olyannal találkozok, aki nem karcagi születésű, vagy nem karcagi származású, akkor mindig megjegyzi, hogy a karcagiak számon tartják egymást. Ismerik egymást, hogyha a világon bárhova vetődnek el, akkor a karcagi tudja azt, hogy a másik is karcagi, vagy a szülei karcagiak voltak, és karcaginak tartja. És én azt gondolom, hogy azokat a híres, már nem köztünk élő karcagiakat, akik valami nagyot tettek, azokat is számon kell tartani, nem csak a mostaniakat, hanem azokat a karcagiakat, akik a világban nagy dolgokat tettek. És ez adja meg Karcagnak, ennek a térségnek azt az erejét, hogy összetartunk, számon tartjuk egymást, számon tartjuk akkor is, hogyha a világ másik végére vetődtek el, és ott alkottak nagy dolgokat, mint Fabrici Kovács Mihály, hiszen akkor is közülünk indultak, és akkor is közénk tartoznak, hogyha akár Amerikában az óceán túlpartján estek el, vagy ott váltak híressé. Itt állnak mellettünk a mai huszárok, akiknek azért már teljesen más a feladatuk, inkább csak egy hagyományőrző szerepük van, de azt hiszem, hogy fontos, hogy tovább vigyük így is az ő általa elindítottakat. Így van, az a huszár virtus, az mindenképpen kell példát mutatni a mostaniaknak, a mostani gyermekeknek. Az a virtus, az az önfeláldozás, az a harci szellem, én azt gondolom, hogy ne legyen rá soha szükség, de azt gondolom, hogy mindig bennünk van. És a gyerekeknek jó példát kell mutatni azokkal az ősökkel, azokkal a hősökkel, akik előttünk jártak, és a mi szabadságunkért, a mi hazánkért akár vérüket és életüket is áldozták. Mondom, ne legyen erre soha szükség, de lássuk azt, hogy közülünk hősök is kiemelkedtek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!